az a fajta tevékenység, oktatási, kulturális, tudományos tevékenység, amelyet én most végzek, az valahol a gyermekkoromban, a neveltetésemben, az érdeklődésemben, érdeklődési körömben gyökerezik. Aztán ehhez nagyon sokat tett hozzá a középiskolai tanáraim is, akik bennem élnek, illetve azok a szakemberek, akikkel az egyetemen találkoztam. Nem csak az egyetemi tanulmányaim során, hanem utána én jó néhány évet Szegeden dolgoztam még. Először az egyetemen, utána a Juhász Gyula Tanítóképző Főiskolán, és onnan kerültem Bátaszékre. Itt a gimnáziumban az igazgatói, tanári feladataimat tartom elsősorban a legfontosabbnak, de mellette ebben a közel 30 éves időszakban én mindig nagyon fontosnak tartottam azt, hogy Bátaszéknek a gimnázium ne csak azt jelentse, hogy van egy középiskolája, hiszen itt ezen a településen egyetlen középiskola, hanem ez legyen egyfajta kulturális, tudományos műhely is. Ezért szerveztük meg a tudományos diákkört, ezért voltak itt, többször voltak nagyon jeles konferenciák, köteteket adtunk ki, tehát ez mindennek a része. Helyi plébánossal is nagyon szoros kapcsolatot, mondhatnám, hogy baráti kapcsolatot ápoltam szinte kezdet óta, és amikor ő megbetegedett, akkor jött a gondolat, hogy kellene segíteni, esetleg egyházi vonalon is, és akkor kért először nekem egy áldoztatási engedélyt, majd pedig elvégeztem a teológiai képzést, és így 2003-ban szenteltek állandó diakonussá, így 2003 óta ezt a feladatot is csinálom, hogy az iskolai tevékenység és a tudományos kulturális az marad a hétre, és akkor az egyházi tevékenység pedig általában a hétvégére. Én azt gondolom és úgy látom, hogy ezt érdemes volt így végezni, így csinálni, hiszen így visszatekintve az ember évtizedekre látja azt a fejlődési folyamatot, amelyen ez az iskola is, illetve ez a település is keresztül ment, és ez mindig úgy jó érzéssel tölti el az embert, és ez ad egyfajta lelki erőt ahhoz, hogy tovább tudja csinálni. Nagyon meglepődtem, de nagyon örültem neki. Főleg az volt az örömömnek az oka, hogy nem tudtam, hogy kiterjesztett föl, tehát így valóban ez az öröm teljes tudott lenni, és nagyon szépen köszönöm.